Leblanc Gergely. Harangozó díjas, érdemes művész, a Magyar Nemzeti Balett étoája. Vezető szólistaként már 10 éve táncolja nagy sikerrel és mély átéléssel a balettirodalom férfi főszerepeit. Igazi balettherceg. Az adventi időszakban a diótörőről szól az élete látástól Mikulásig. De vajon hány granzsöt éve jut el alfától operáig? Voltak újévi fogadalmait 2023-ra? Hál' Istennek nem, mert most nagyon rosszul érezném magam, hogyha az összeset megszegtem volna. Volt hagyományos karácsonyi menü, amit gyerekként minden évben vártál? Nem igazán. Nem volt jellemző. Mindig jelentős volt a karácsonyi nagy vacsora, de általában mindig más volt a menü. Ajándékozni szeretsz jobban, vagy ajándékot kapni? Hát ez az egész ajándékozás tőlem egyre messzebb áll. Évről évre egyre idegenebb. Kezdetben, amikor gyerek voltam, akkor én is nagyon szerettem ajándékot kapni, de aztán nagyon elment ez ilyen fölösleges kacatozásba, vásárlásba, nagyon erőltetetté vált ez az egész ajándékozás. Most már törekszem arra, hogy minél kevesebbet, és azt, hogy mondjam, minél jobb szándékkal, és az ünnep az ne az ajándékozásról szóljon, hanem arról, hogy együtt vagyunk, van időnk beszélgetni, van időnk értékes időt eltölteni, inkább erre orientálódok. Hallgatsz karácsonykor olyan nagyszabású klasszikusokat, mint Handel Messiása? Nincs igazán idő karácsonykor a zene hallgatásra, mert a karácsonyok általában nekünk a diótörő szezonnal szoktak telni, úgyhogy Csajkovszkijé a karácsony. Műfenyő, földlabdás vagy vágott? Műfenyő. Vigyázzunk a környezetünkre. Színes vagy fehér égősor, esetleg gyertya? Ami épp van otthon. Szoktál mézes kalácsot sütni és díszíteni? Sajnos ilyenekre nincs időm. Dolgoztál valaha szenteste? Szenteste nem, de délelőtt igen. Tehát 24-e délelőtt nagyon sűrűn, nagyon gyakran, sőt jellemzően dolgozni szoktam. Milyen baleset volt nálatok karácsonykor? Mert hát mindenkinél előfordul. Eddig viszonylag jól megúsztuk a karácsonyokat. Van csúnya karácsonyi pulcsid? Igen, van. És nagyon szeretem, mert jó meleg. Úgyhogy előszeretettel hordom is. Remek volt!